csapatának erősségeit, és hogyan forgassa, hogyan cserélgesse. Úgy találkozó elkerülte a kaput az első kísérlet, itt pedig Macskovsek válasza. Nehéz vannak ahhoz a játékterhez, hogy majd esetleg Cupara jöjjön és döntse el a meccset. Csere. Bombács. 7 méteres. Sarokpontjai ennek a párharcnak, így volt ez a Magyar Kupában, és ötöt is elpuskázott azon a találkozón. Most Radivojev. Nem történt még faul, ez azért elég meglepő, mint sokat gyakoroltak, hogy stabilak legyenek. Ugye jegyezzük meg, hogy Henningman nem bal szélső. Itt a könnyűség, ahogy a Veszprém most nyilván az az oka, a támadás védekezés csere, hosszú oldal. És összenek több kell. Macskovsek beteszi, Gáber belövi, Blagotin segik rá. Az lehetett, ami igazán rosszul esett neki. Ott jön Kor. Nézzük meg, hogy sérült, meg ráesett. Bánhidi mellett. Meg egy Veszprém ellen. Mondjuk ezen. Itt van, ahogy Bánhidi kiharcolja a 7 méteres. Nem tudja meg. Kihagyott 7 méteresbe, érdekes, hogy ugye a fej körüli területet lőtte. Macskovsek ugorhat be. Hetes ez is. Egyelőre több ízben bejön a Szegednek ez az első szándékból való támadás befejezés, amikor a futás fegyelmezett, visszarendeződés szintén, de utána, mintha egy kicsit belepihennének. Maé. Rá lesz megint. Strölek az üres kapura. Megfordította. Tönnészen. És most sincs. Ligetvári volt talán a szabálytalan. Bajnokok ligájában az All-Star Maé. Jakia nagyon magasról lőhetett. És ezt egyszerűen sáncolni nem lehet. Gaber, a másik. Picit gyorsul a tempó. Nyilván könnyű. Gely. Bombács, Sipost kerüli. És itt méteres. Primel most lesz 5 perc után. Nyakja bejátszás, Nilsson. Nézzük, tud-e gyorsulni a Veszprém is. Nyakja, tud bizony. Bombács. Gáber. Hát Veszprémben, ha egy kapus 5-7 méteresből csak kettőt véd ki, 40. Primel. 3-7-es góljával a legerebb. Bombács Siposon, Rosta, Balké. Kizárta a védőt, és esélye nem volt arra, hogy... Azon a meccsen abszolút hős volt. Most nem... ...ba kerülhetnek ezek a kimaradt 7 méteresek. Bodó gyorsít, és gólt lő. Még ha 3-4-5 góllal nyer valaki az egyik mérkőzésen. Nenadics törbe. Nagyon-nagyon jól kontrollálja. García Andía becsúszik. Nenadics belépés, a Bikle! És a Ricsinek a dinamizmusát. Bodo elől, belövi! Lékai, óriási elzárás Nilsson. Sőt, szap, nézzük meg! Hát, az a kérdés, hogy akkor a játékvezetők ugyanígy... Martins. Bent van. Veszprém, és ebből volt eredményes. Nenadics, lőtt passz, Makeda. Kihasználás volt úgy, hogy könnyedén 2-3 passz volt. Még egy kereszt, Martins állva várja, hogy letegye a szélre. Ó, de... Fantasztikus. Nenadics, 7-es. Szándékból való játékot mindig a védő teljesítményé mozgás. A Marián Kozma vendégszektorban ez volt a szándék szegedi oldalon sem, de nem lett gól, ebből viszont lesz upat. Ezzel a repöldülése nem... García Andía, Martins, befér, értékes, Nenadics ugrik be, kapufára lő,
Makeda. És nézhetjük. Hát igen. Igen. Martins betömte a lyukat, Primel viszont ezt későn veszi észre, hogy nem a volt. Primeltől nézzük meg innen még egyszer. Ilyen. Enigman Zitzer. Gól! Szeged. 15-14, ezzel Lékai válaszol. Sietni kell, Martins. Garcia India. Ugyanaz. Még egy ugyanolyan játék. Aki egy picit Stadi oldalról a kimaradt helyzeteket, ugyanez a Veszprémi oldalra is igaz volt. 24 lövésből védett, 8-at, most már 25-ből 8-at. Lauge sínylődik Ligetváriék között. Aztán most megkapja, és Laugéra maradt ott, maga mögé szorított. Kapufa, kipattanó, Cupara, Bombács, Macskovsek, ó! Máé kapja meg. Ott most nem volt hely, Primel fut visszafelé, a szép figur. Bence 2-2-ire mennyire nem engednek neki területet. Egy pici. Margucs az ellentámadásból. Ezt sem tudja belő. Igen, pont fordítva volt az előtt. A fel. Macskovsek, ő szállítja a szem. Ott a Veszprémi oldalról láttuk. Két beálló. Lauge Nilssonnak, Nilsson a kapu volt a toppon. Jelzi, hogy eddig beálló helyzetbe hozás, illetve a beálló. Csak mutatta a bejátszás. Téve. Illetve most egyelőre nem vállalja túl magát. Maga mögé, Strelek, gól. Ez a Máé passz azért megér egy említést, nem akár, hogy tette. Azt csinált a Matkovcsek. 2-20, nagyon szép áttemelés Laugéval szemben. Macskovsek, Primel. Ről, hogy ezekbe a helyzetekben nem tud. Makeda mellett vág vissza. Hét modebe tudják lőni a szegediek. Na Martins. Nem. Oda pattintja, Sostári csugorhat be. Gól! Különleg hason, úgy nem lehet Ristarics bepattintja. Valóban egy... Lagotin se kapja. Henigman leverekszi magáról. Ez prém. Dics. Próbálta eladni azt, hogy nem tudja, hogy üres. Dukan Chains. To play this it was... Jakja. Nagyon szépen kitempozza. Kiegyenli. Látjuk, hogy a második keresztmozgás után már Martins, hát mögött, Vanhidi, a kapuba! Területe maradt, és ilyenkor jobb őt elengedni. Lauge, volt! Bodó mellett! Ezt már láttuk a... Nem enged. Önnészen, forrá lesz, Ligetvári. Bravúros teljesítmény, megint fontos rá. Bejátszás, Nilsson, Mikler! Épp az Primelnek, még le is ütheti. Korrál! Tönnészen, megint Korrál lesz. Erre Mikler vető. Talán 9-8-nál volt utoljára példa. Hetes. Jahia képviseli, és nem csak az átlövéseivel, betöréssel, passz. Májénak is lehet komoly egy vezetésben. Megcsinálja! Igen, úgy néz ki, kötélből vannak az itt. Elküldi onnan Nilsson. Bemutatja a lövőcselt. Bánhidi. A megoldást választott. Lőre jön. De nem tudt az első fél időben egymás után. Most régóta. Bombács. Bodótól kapja vissza. Megint Bodó. Gól! Egy hasonlót. Bodó negyedik gólja. Hibani. Lauge betattintja. És ezt is megadják. Jakja.
Itt van még egyszer Jakic. Bodo. Ő használj. Nenadić. Nenadić. Itt még nyújt a végjátékban Nenadić. Bodo. Bánhidi. Bent van. Visszarendeződésre nagyon figyeljenek. Jakic lő gól, de másra már nincs idő. Megnyeri ezt a meccset, és itt...